Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki gyógyszerésznek készült. Közben azonban hamar kiderült, hogy nem annyira a kísérletek és a kémiai folyamatok érdeklik, sokkal inkább az, hogy az emberek mikor mit éreznek, és ezt mennyire vagy hogyan tudják kifejezni. A felismerés után sem volt nyílegyenes az útja. Néhány varga betű, majd egy olvasmány segített neki, hogy a pszichológia irányába menjen. Véleménye szerint a mai kor emberét leginkább a rohanás határozza meg. A felgyorsult világ kiránt önmagunkból, és onnantól tornyosulni kezdenek a problémák. Ám kellő tudatossággal és tervezettséggel mindenki a maga kezébe veheti a sorsát, illetve az idejét. Vendégem ma este Geszvein Erika, tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner, akit köszöntök. Szia, jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mondtam neked, mikor megérkeztél, hogy nem is tudom, hogy mifelé fogunk igazából menni, mert rólad olvasva annyi minden területet ide tudnék hozni, illetve egyszer hallottam is egy beszélgetést veled, és hogyha pedig megnézem ugye a társadalmi helyzetünket, illetve azt, hogy milyen problémák foglalkoztatnak akár csak engem, vagy a körülöttem lévőket, szóval ezer meg ezer dolgot ide lehetne hozni, de legyen az, hogy először egy picit hallunk rólad, hogy neked miért volt fontos ez a terület, a pszichológia, és hogyan indultál el a pályádon? Nem pszichológus akartam lenni, nem így indult a dolog, hogy érettség után rögtön tudtam, hogy nekem pszichológusnak kell lennem. Én tudtam, hogy nekem gyógyszerésznek kell lennem, mert a családban van gyógyszerész, és legyen, aki tovább viszi ezt a praxist. Tehát van egy megfelelés rögtön. Volt egy megfelelés rögtön, így van, és egy lázadás hiány, vagy egy önmagam megtalálása, identitásom kialakulásának a hiánya. De hát nagyon röviden idő alatt rájöttem arra, hogy én egyetlen egy dolgot utálok, a kémiát, és hát azok a fél évek azok úgy teltek, hogy mondjuk ötféle kémiánk volt, analitikai kémia, szerves kémia, szervetlen kémia, biokémia, fizikai kémia, és akkor én ebből ugye csak a kémiát nem szerettem. De hogy mindig érdekelt az, ami nem került bele a könyvekbe, azok a fejezetek, például, hogy jártunk a Korbonsztani intézetbe, és ahogy láttam, hogy hogyan viselkednek ott az anatómusok, és hogy hogyan tudnak túljutni azon, hogy ott egykori élő emberekkel dolgozunk, vagy amikor voltak olyan veszélyes vegyületek, amiket mondjuk 5 órán keresztül titráltunk. És volt egy tanár, aki azt mondta, a titrálás azt jelenti, hogy el akarunk jutni egyik anyagból a másikig, és olyan vegyületeket adunk hozzá, hogy végül egy ilyen lépésenként 5 óra alatt felépített reakciósorozattal eljussunk valahová, hogy a gyógyszereknek a kialakítása, vagy a kísérletezése zajlik ugye ilyenkor, és amikor azt láttam, hogy ez az 5 órás kőkemény, veszélyes munka, akár veszélyes laboratóriumba védő felszerelésre, ez kire hogyan hat, kit mennyire stresszel például, akkor elkezdett ez a része érdekelni. Vagy az, amikor valakit annyira lefárasztott a koncentráció, hogy bevett fájdalomcsillapítót, és nem hatott rá. Vagy amikor volt egy ilyen gyakorlatunk, ahol az előadó azt mondta, hogy csak az jöjjön be a gyakorlatra, aki stabil lelki állapotban van, mert hogy előző évben valaki megitta a cianidot, és meghalt, öngyilkos lett. Tehát, hogy elkezdtek azok a részek érdekelni a gyógyszerészetben, és ott az egyetemen. A körülmények. A körülmények így van, hogy miért van az, hogy valaki bevesz egy gyógyszert, hat rá, és valaki nem vesz be semmit, és jól van, és nincsen szüksége arra, hogy meggyógyítsák, hanem önmaga tesz saját magáért. Aztán volt, emlékszem, egy olyan fél év, ahol már a nagyon a vizsgaidőszak végén voltunk, és láttam az osztály első, vagy az évfolyam elsőt pótvizsgaidőszak előtt egy-két nappal bifázni a könyvtárba, és nem értettem, hogy ez lehetetlen, hogy ő még nincsen készen, és megkezdtem, hogy ő milyen vizsgára készül, mert azt értettem, hogy én miért a vizsgaidőszak végéig húzom a tanulást, de hogy ő miért, és azt mondta, hogy ja, hát ő már hetek kezdőt végzett, csak van egy-két tétel, amit nem tudott megtanulni, és most még a szorgalmi időszak előtt kihasználja az időt és tanul. És akkor azon kezdtem meg gondolkodni, hogy én olyan dolgot akarok tanulni, amit ennyire szeretek. Hogy nem azért, hogy le tudjak vizsgázni, és túljussak rajta, és túléljem, hanem amit tényleg engem is ennyire érdekel. És akkor megpróbáltam kirúgatni magam az egyetemről, de nem ment. Mert hogy nem tanultam semmit, lekerült rólam az a stressz, hogy meg kell felelnem, viszont ettől a stressz hiánytól minden eszembe jutott. Komolyan. És igen, tehát olyan dolgok is, amire azt hittem, hogy nem tudom. És azzal a helyzettel találkozni, ott van a vizsgáztató. Látja rajtam, hogy valami nem kerek, mert hogy én nem akartam igazából átmenni. De azt nem tudtam megtenni, hogy azt mondom, hogy nem tudom. Tehát, hogy azért csak kihoztam magamból azt, amit tudtam, és mindig átmentem a vizsgákon. És akkor rájöttem, hogy döntenem kell. Tehát én ezt nem akarom. De milyen érdekes ez. Igen. Mert hogy egyébként, amiket most elmondtál, annyira képekben beszéltél, hogy én magam is láttam magam előtt, hogy hogyan is nézett ki a gyógyszerész képzés.
És, mm-hmm. és persze gondolom, hogy ezek mellett, hogy te kitekintettél a kémia mm-hmm. összefüggéseiből, de azért végülis ott voltál mindenhol, és lehet, hogy pont úgy tudtad megtanulni a dolgokat, hogy hozzákötötted egy eseményhez, ami meg pont érdekelt. Mm-hmm. Igen, meg azt hiszem, hogy ez az egész út része volt annak, ahogyan pszichológus lettem. Hát igen, meg hogy el kellett juss a döntésig, uh-huh. ez olyan érdekes. Ott én egyet tudtam, azt tudtam, hogy én mit nem akarok. És akkor kiiratkoztam az egyetemről. Igen, az már 50%. Uh-huh. Kiiratkoztam az egyetemről, és nem tudtam, hogy mi lesz tovább. És akkor persze ez egy hatalmas vákum, amiben ilyenkor belekerül az ember, hogy tudom, mit nem akarok, de azt nem tudom, mit akarok, igen. Uh-huh. És akkor döntöttem, hogy megvalósítom azt, ami az első, ami eszembe jut, amit akarok, azt elkezdem megvalósítani. És elmentem egy újságszerkesztőséghez, mindig szerettem gimnáziumba, lapokba írni, és akkor azt mondtam, hogy én most ide jöttem, és én szeretnék írni, és felvettek. És akkor elkezdtem újságot írni, ahol ez egy sportújság volt, ahol hegymászók ilyen elképesztően dacolva a körülményekkel olyan teljesítményt tudtak magukból kihozni, ami fizikailag lehetetlen volt. És akkor megint az érdekelt, hogy a körülmények, hogy ez hogy lehetséges? Szerintem az újságírásnak, vagy az újságírónak, vagy a riporternek ez bújtatott módon muszáj, hogy érdeklődési körele. Én mondjuk imádok konyhapszichológizálni, meg imádok szakembereket hallgatni, de hogy muszáj, hogy legyen feltételezés, hogy vegye észre ezeket a dolgokat, hiszen a kérdésfeltevést ezt táplálja. Így van, igen. Ha jó, akkor ezzel már egyel közelebb kerültél, mert itt már akkor megkérdezhetted, igen. ugye? Tehát igen. akkor mondhatod, igen, hogy igen, mi történik, igen. az már egy másik dolog, hogy nyilván akartad uh-huh. tudni, hogy miért történik. Igen, és akkor láttam azt is, hogy például, ha valaki nem jutott fel a csúcsra, ahova el akart jutni hegymászóként, uh-huh. de tudott úgy beszélni azokról az élményekről, hogy mennyire volt neki nehéz, vagy hogy a serpák vitték a holmiait, és hogy ez mennyire hálával töltötte el, vagy az, hogy végül nem volt elég oxigénje, és ez hogyan hatott rá, milyen lelki-fizikai hatásokat váltott ki. Tehát ahogyan erről tudtak beszélni, az egyszerűen oda vitt engem is a hegyre, és szinte éreztem, és rájöttem, hogy a kommunikációnak iszonyú nagy ereje van. Tehát annak, hogy milyen szavakkal fejezzük ki, amit érzünk, vagy gondolunk, ahogy te is mondtad, hogy szinte ott voltál most a gyógyszerészkaros laboratóriumban. Igen, én nagyon tudok képbe gondolkodni, és te úgy beszéltél. És akkor elmentem egy könyvesboltba, és kommunikáció könyveket kerestem. De belekeveredett egy pszichológia könyv, egy ilyen nettó pszichológia témájú. Véletlenül a könyvesboltba, vagy a kommunikációs könyves közé. És akkor én néztem, hogy ez rossz helyre került, és át akartam rakni. De hogy akkor már hova rakjam, mert hogy így precíz vagyok, szeretem ABC-be rakni, akkor gondoltam, belenyitok, és megnézem, hogy mégis miről szól, és akkor ott elkapott a gépszíj. Ó, hát ennél szebb útmutatást. Nem? Igen. Ennél egyértelműbbet. Igen, és akkor tudtam, hogy pszichológia. Aztán megváltozott akkor a felvételi rendszer, mert akkor jött be ez az ilyen kétszintű érettségi, nem tudom, még most is az van-e. Mindenesetre nem ért semmit se az érettségim, se a nyelvvizsgáim, semmi. Újra kellett érettségiznem. Beültem a gimnazisták közé, és akkor magyarból érettségiztem, újra új kötelező olvasmányok, és imádtam azt, hogy így gyakorlatilag mint egy időutazás. Mondhatnám úgy is, hogy milyen nehéz volt nekem. Igen, hát ez újra kellett úgy kezdenem. Látszik, hogy a nézőpontod az teljesen más, mert mm-hmm. én nekem az jutott eszembe, hogy feltették a kérdést, hogy biztos ezt akarod. Igen, lehetett volna így is értelmezni, hogy hú, igen, ez nem olyan próba. Sima út. Ez egy próba, és nem ez az én utam. Meg lehetett úgy is értelmezni, hogy milyen óriási lehetőség, hogy most Budapesten az ELTE-n tanulhatok például magyart, uh-huh. és felkészülhetek az ottani tanároknak a kérdéseire, és nagyon-nagyon élveztem. És megnézhettem a mostani gimnazistákat, hogy ők hogyan készülnek az érettségére. És elmentem egy nyelviskolába, mert kellett a két középfokú mellé még egy felsőfokú nyelvvizsga, és ott meg milyen érdekes, hogy olyan csoportba kerültem, ahol csak munkanélküliek voltak, akik fél egy éve már munkanélküliek voltak, teljes reményvesztettség, deprimáltak voltak, reményvesztettek voltak. És ott megint az volt az érdekes számomra, hogy velük tanulok, de valójában amit a fejezet végére ír, vagy a lap szélére, hogy ők hogyan küzdötték fel magukat oda, hogy azt mondták, hogy kaptam egy lehetőséget most, hogy megtanuljak egy nyelvet, hogy ezt finanszírozták számukra, és hogy új esélyekkel indulhatok előre. Szóval, hogy így a pici képkockákból azért összeállt nekem az a kép, hogy engem rettenetesen érdekel az, hogy hogyan küzdenek meg az emberek a nehézségeikkel. Uh-huh. És akkor felvettek az egyetemre, és onnantól kezdve nem nagyon éreztem azt, hogy én most tanulok, vagy hogy hát mellette dolgoztam végig, nem éreztem azt, hogy nekem ez nehéz, mert amikor olvastam, úgy éreztem magam, mint hogy éppen kikapcsolódnék. Tehát amikor készültem egy vizsgára, az a legizgalmasabb része volt a napjaimnak. Egyébként most is nagyon izgalmas, ahogy beszélsz róla, csak rögtön eszembe jut az, hogy de vajon hogyan tudod
megjegyezni, de hát nyilván lesz erre választ, hogy hogyan áll össze, mert annyira árnyaltnak gondolom ezt. Tehát biztos, hogy ez függ a személyiségektől, függ az élethelyzetektől, tehát hogy a pszichológiában sem fekete és fehér, és nem egyértelműen húzható rá nem tudom én hány dolog egy emberre. Igen. Amikor előadást tartok, akkor az egy nagyon más szerep, mint amiben a hétköznapokban vagyok. Tehát amikor kliensekkel foglalkozom és konzultációt tartok, tanácsadást tartok, akkor nem olyan szerepben vagyok, mint amikor mesélek egy pszichológiai jelenségről. Akkor ott én nem mondom meg, hogy mi van, meg hogy kéne csinálni, meg nem azt mondom, hogy mi a receptje a dolgoknak, hanem ott vagyok, és együtt érzek, és együtt gondolkodom, és vele vagyok, és támaszt nyújtok, de nem vagyok okos. Hogyha egy előadást tartok, vagy egy interjút adok, akkor ott bizonyos általános jelenségekről beszélek, amiben mindig van kivétel, ami nem mindenkinél úgy van, de elgondolkodtat. Nagyon érdekes. Én tudod, hiszek abban, hogyha valaki csak egy mondatot tud magára érvényesíteni, bármilyen interjúból, és az segít neki, akkor már az több, mint amit el tudtam volna képzelni. Na jó, hát akkor lehet, hogy innen most rákanyarodunk arra, hogy mit gondolsz, hogy mi a mostani kor, illetve a mostani kor emberének a legnehezebb, vagy a legnagyobb probléma, vagy ami a legnagyobb problémát szüli. Én úgy érzem, hogy a rohanás. Tehát, hogy nagyon rohannak, nagyon sietnek, nagyon sok felé vannak, nagyon sok mindennel foglalkoznak egyszerre, és nagyon nehéz kitenni a hangsúlyokat, hogy mi a fontosabb, az, hogy sokat dolgozzam, az, hogy elérjek valamit a karrier területén, vagy az, hogy otthon legyek a gyerekekkel, vagy az, hogy a párkapcsolatomra időt szánjak. Tehát, hogy nagyon nehéz abban a korban, amiben ma élünk, amiben ennyire könnyű hozzájutni információhoz, választani. Rengeteg féle lehetőségünk van. Ez lett volna ugye a következő kérdés, hogy de hát elnézést, tehát hogy ezen sokat gondolkodom, hogy mi változott. Tehát családok voltak 100 éve, akkor esetleg lehet, hogy nehezítőbb tényező volt, hogy volt háború, és más volt a prioritás, vagy másra kellett koncentrálni, de hogy annyira érdekesnek találom, hogy most, amikor egyébként egy kvázi békeidőszakot élünk, és tényleg rengeteg dolog a rendelkezésünkre áll, hogy gépek fogják és kiváltanak időt. Egy napos mosás, az nem tudom kinek férne még bele a patakparton. És hogy mégis hajszoltak, meg üzetetettek vagyunk, és hogy nem tudjuk, hogy merre az előre szól, hogy ez egy olyan furcsa helyzet. Patakparton való mosásért rengeteg mindent választhatunk. És ez egy hatalmas teher és felelősség, hogy mit választunk helyette. Kivel találkozunk, milyen formában beszélgetünk vele, személyesen találkozunk, odautazunk, arra is időt szánunk, vagy csak felhívjuk telefonon, úgyhogy mellett ő főz, vagy mos, vagy a gyerekeivel foglalkozik. Osztjuk a figyelmünket rengeteg felé, és gyakran nagyon felszínesek vagyunk azokon a területeken, amikre figyelmet próbálunk szentelni. És nem tehát itt ez szétmazsolódik az energia? Igen. Szétmozsolódik az energia, illetve nem sok helyzetet utólag élünk meg. Történik velünk egy csomó minden aznap, és akkor utána csurognak le az érzések, hogy mi is történt, mit is mondtam, mit is gondoltam, mit akartam igazából inkább csinálni, de végül nem az lett belőle. Ha egy lassabb élettempót élünk... Ez azért veszélyes nagyon. Igen, ha egy lassabb élettempót élünk, akkor erről van idő, mert mire meghozza a postás a levelet, az alatt én kitalálom, hogy mit fogok írni. Hogyha gyorsan elküldök egy SMS-t, azt nem biztos, hogy úgy átgondolom. Tehát egy belső pörgetettebb tempót élünk. Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogyha a nagymamám a 80-as években levelet írt, tehát ha azzal foglalkozott volna, mondjuk, hogy én nem eszem meg az ebédet, és ugyan vigyen már el innen valaki, mert ő neki ezzel se ideje, se energiája foglalkozni, ezt mire megírta volna az anyámnak, és anyám meg tudja, addigra minimum annyi idő eltelt, hogy már értem jönnek, tehát egy hét legalább. Tehát, hogy ezek a problémák tehát fel se vetődtek. Nyilván ő ezt kezelte. Vagy nem adott, vagy addig nem álltál föl, vagy valami. Aztán persze nyilván azt is lehet mondani, hogy ennek a következménye az, hogy később megsérülésekkel élsz. De hogy túl gyorsan meg tudunk valósítani dolgokat, amiket lehet, hogy hagyni kéne érni. Többet vagyunk kint, mint bent. Igen, ezt így még senkivel nem beszéltem meg, szóval és akkor ez hordozza a veszélyt, hiszen ebből nem simán lehet, hogy nem érettek a gondolataink, cselekedeteink, és ezért a viszonyaink el tudnak romlani. Fontos. Mindig azt hittem, hogy a múltban keresendő a viszonyoknak a,
a mienségének az oka? Hát három idősík van, ugye a múlt, a jelen és a jövő. Lehet egy kapcsolatnak a mienségének az oka a múltban, hogy mi történt korábban, és az hogyan hat a jelenemre, meg tudtam-e bocsátani, hogyan értelmezem azt, ami akkor történt közöttünk, milyen erőforrások vannak a kapcsolatunkban. Tehát ez a múlthoz tartozik mindenféleképpen. De az, hogy a jelen eseményét én a múlthoz kötöm-e, és azzal magyarázom, hogy ő azért beszél velem így, mert korábban valami olyat tettem vele, ami, az már rajtam múlik. Mondhatom azt is, magyarázhatok úgy is egy jelenbeli sérelmet, hogy biztos nagyon fáradt és pihenésre lenne szüksége. És hogyha a hétvégén kipihenni magát, jövő héten már másként fogunk ugyanarról beszélni. És akkor már nem a múlthoz kötöm, hanem egy jövőbeli lehetséges esélyhez kötöm, hogyha kipihenni magát, vagy majd ha elmegyünk közösen és megiszunk végre nyugodt körülmények között egy kávét, akkor más hangulat lesz a beszélgetés, ami mondjuk ma egy elkapkodott esti gyors telefonhívás. Tehát hogy nem mindegy, hogy hova kötjük, a múlthoz, a jövőhöz, vagy a jelenhez. És a jelenben sem mindegy, hogy hogy értjük a másik szavait. Tehát annyira könnyű félreérteni szavakat, hogyha azt mondom, hogy képzelj el egy asztalt. Biztos, hogy más asztalt fogsz elképzelni, mint én, vagy száz másik ember. Mert van négyzet alakú, van kör alakú, van fából, van fémből készült, van üvegből készült, van fekete, van fehér, van barna, millió színű, és ez csak az asztal. És azt mondom, hogy megbocsátás, vagy szeretet, vagy figyelem, vagy törődés, akkor az mennyire árnyaltan jelenik meg benned, bennem, vagy száz másik emberben. Igen, és mit vagy hajlandó érte tenni, mi az, amit tudsz, hogy lehet érte tenni, mi az, amit nem is képzelsz, hogy lehet érte tenni. És mi az, amit kérsz, mersz kérni mondjuk így a másiktól. Van, igen. Ha te nem is tudod, mi az, hogy mire amit van téged szükséged. Megnyugtat ebbe, igen. Ha nem tudod, hogy mire van szükséged, akkor nem is tudod a másiktól ezt kérni. Hát szerintem sokan nem tudjuk. És ennek a hiánya honnan adódik, vagy miből adódik? Ha nem vagyunk eleget bent. Tehát ha nekem valami rossz, és én nem érzem jól magam, és én gyorsan csillapítom valamivel, mit csinálunk leggyakrabban? Mi a kézenfekvő stresszoldás. Előveszük a telefonunkat. Az egy stresszoldást? Azért stresszoldás. Csináljuk? Igen. Az öröm központunkat ingerli, dopamin termelődik, ahogy elkezdünk mondjuk görgetni közösségi oldalon. Engem idegesít, és egy csomószor az idegesít, hogy nem bírom abba hagyni. Igen, mert hogy közben stressz is kialakul, mert hogy nem érjük el azt, amit akarunk, olyan, mint amikor a kutya elé egy kolbászt tartanak, és csak fut, de nem éri el soha, mert a botot a gazdája tartja. Tehát futunk azután, hogy megkapjuk, végignézem, valami bajom van, nem érzem jól magam, stresszes vagyok, felmegyek mondjuk egy közösségi oldalra, hát ha bejön valami információ, valami kép, valami izgalmas cikk, valami fotó valakitől, telik az idő. Ami ledob erről a dologról. Igen, ledob erről a dologról, eltereli a figyelmemet. A valódi probléma ott marad bennem, mint feszültség, csak berakom egy dobozba, vagy valóban elraktározom saját magamba. Megpróbálom ezt oldani valami teljesen más, inadekvát dologgal, de az jó érzés, amit várnék, az a problémám oldódásából kéne származzon. Tehát attól, hogy mások nyaralásos képeit nézem, nekem nem lesz jobb, sőt, lehet, hogy rosszabb lesz, mert irigy leszek, és úgy érzem, hogy mindenkinek ilyen szép pillanatai vannak, csak én érzem magam ennyire rosszul, és ez a feszültség ez csak halmozódik. És a valódi problémámat meg eltemettem mélyre. És akkor rájön egy életesemény, egy helyzet, egy munka, egy akármi, és egyre mélyebbre kerül. És elássuk ezeket a feszültségeket. De ha tudnánk ott maradni annál a fájdalomnál, annál a nehézségnél, és megfogalmazni, hogy mit érzünk, akár csak egy szót találni rá, hogy ez most mi? Fájdalom, vagy félelem? A másik elvesztésétől való félelem, vagy harag, vagy féltékenység, vagy irítség, vagy mi ez pontosan, azzal már tudnánk mit kezdeni, és tudnánk oldani azt a belső érzést. És nem kell nagy dolgokat elképzelni, nem kell naponta órákat meditálni. Egy 5 perces befelé figyelés, vagy egy légző gyakorlat. Csak hogy meg tudjam mondani, hogy én most mit érzek. Meg tudjam mondani, hogy én most mit érzek. Aha, hát azért ez nagy meló ám. Igen. Egyik oldalról, másik oldalról, meg én azt gondolom, hogy sokszor azért nem csináljuk ezt meg, mert hogyha a csizma az asztalra kerül, akkor azzal teendő van. Én nekem ez egy nagyon, nagyon markáns véleményem, hogy tudod te, hogy félsz, tudod te, hogy ez most fáj, tudomásul is lehet venni, de legtöbbször kell reagálni arra, hogy mit érzel. Hát egyre erősebben fog jelezni. Ha ott van benned, akkor az csak erősödni fog, mert jelezni. Aha, tehát akar. Hogy te nem hiszel abba, hogy a elcsitítás az... Tudom, hogy van olyan, és látom, hogy van olyan, hogy valaki hiperreflektív, tehát hogy túlzásba viszi, túl sokat foglalkozik azzal, hogy elemezze saját magát. Nyilván minden oldalra lehet billenni. Persze. Igen, át lehet billenni. Tehát annak úgy egy idő után már nincs, az már kontraproduktív, nincs értelme. De az, hogy érezzem, hogy én most hogy vagyok, nem feltétlenül kell tudatosítanom, hogy nekem most pontosan mi a baj, csak érezzem, hogy azért ma fáradtabb vagyok, ma kevesebbet bírok, és legyek annyira jó magamhoz, hogyha ezt mondjuk a gyerekem mondaná, hogy fáradt, vagy a társam mondaná, hogy fáradt, és én vele próbálnék
ehhez mérten viszonyulni, uh-huh. és mondjuk kedves lenni hozzá, vagy valami olyan gesztust tenni, akkor ezt tegyem meg saját magammal is. Mert másoknak lesz azáltal jobb, hogyha én magamat tudom jól tartani. És törődni azzal, hogy most lehet, hogy nem tudom, mi az oka annak, hogy nem vagyok jól, de most már nem vagyok jól. És ennyi befelé figyelés már bőven elég. Ha ezt nem teszem meg, hanem elfolytom, lenyomom magamba, akkor utána úgyis ki fog valahol robbanni. És igen? Hát, hogy a társamon robban ki, és ő nem érdemelte meg. De most egy picit opponálok csak azért, mert hogyha meg ilyen jó vagyok magamhoz, akkor könnyen lehet, hogy a környezetemtől megkapom azt a kritikát, hogy gyenge vagy, hogy nem bírod, hogy a fáradtság mögé bújva tulajdonképpen ma nem csinál semmit, tehát hogy, uh-huh. hogy egy csomóféle dolog érhet, amit meg nem akarok. Uh-huh. Az egy dolog, hogy mit érzünk, és az egy másik, hogy mit csinálunk. Tehát azért, hogy mondjuk én tudom és érzem, hogy ma nagyon ki vagyok merülve, és nagyon nincs kedvem semmihez, még nem biztos, hogy akkor nem csinálok semmit. De hogy tudom azt, hogy ez ma nekem nehéz. És tudom azt mondani, hogy ha ezt a mai napot végigcsinálom, az igen. Uh-huh. Az egy teljesen más mondjuk dolog. Nem kell ehhez mástól engedélyt kérni, ugye? Igen, és ez egy teljesen más dolog, mintha ezt nem veszem észre, megbetegszem, és akkor van egy jogos alibim arra, hogy miért nem csinálok semmit mondjuk, mert beteg állományba kerülök. Oké, de ez már tudatosságot igényel, uh-huh. meg azt, hogy ránéz az életedre, és közben pedig ugye milyen érdekes, hogy arról azzal kezdtük, hogy a rohanás az, ami uh-huh. lehetetlenné teszi a kiegyensúlyozott és nyugodt életformát, és hogy hát hogyan ebben a rohanásban, ebben uh-huh. a zajban, hogy lennél képes uh-huh. ilyen összetetten gondolkodni. Uh-huh. Nem te. De hogy uh-huh. a legtöbb ember. Én úgy teszem meg, ugyanúgy, ahogy mindenki más. Tehát nekem is annyi időm van, mint mindenki másnak. Neked is 24 órád uh-huh. van, meg nekem is. És ha nem vagyok tudatos, akkor ezt a 24 órát nem jól töltöm el, hanem rohanok egész nap. Hogyha tudatosan csinálom, akkor például a Dobos Andreáik írtak egy könyvet a Buddha porszívóban címmel, ami arról szól, hogy takarítás hogyan lehet meditáció. De amikor mosogatok, akkor hogyan tudok egy pár perc erejéig, ha már úgyis mosogatnom kell, lelassulni, és például megnézni azt, hogy milyen színű a víz, amivel mosogatok. Milyen hangja van a víznek. Uh-huh. Mennyire tiszta, milyen illata van a víznek, a tiszta víznek. Milyen íze van. Hogyha hozzáteszem a mosogatószert, mennyire lesz habos? Milyen tapintása van akkor a víznek, ha már mosogatóhab is kerül bele? És milyen látvány az, ahogy megtisztul egy tányér? És én közben teszem a dolgomat, csak egy pillanatig nem a fejembe voltam, nem a gondolataimat, a problémáimat vettem sorra, hanem beleengedtem magam a jelenbe. Nem a múltba vagyok, ahol, ami miatt tudok feszülni, nem a jövőbe megyek előre, ami miatt aggódom, hanem egy pár percig benne maradok abban a jelenben, amit éppen teszek. És elképesztő regeneráló hatása akár egy ilyen gyakorlat. Vagy hogyha utazom a villamoson, és elrakom a telefonom, becsukom a szemem, és csak 10 mély levegőt veszek, és csak arra figyelek, ahogy a levegő kibejár az orromon. És azt figyelem, hogy milyen a hőmérséklete, vagy hogyan súrlódik az orrcimpáim között ez a levegő, milyen illatokat érzek, mennyire kívánom most már a normál légzés ritmusomat újra felvenni, akkor ez egy pillanatra tehermentesít, és annyira kiszakít engem a saját mókuskerekemből, a fejemből, hogy másként tudok utána ránézni ugyanazokra a dolgokra. És közben tettem a dolgomat, haladtam, de belül lelassítottam magam annyira, hogy egy pillanatra hátrébb tudtam lépni a problémáimtól. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Gesswein Erika, tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner, és hát arról beszélgettünk, hogy a korunknak, korunk emberének vajon mi lehet a legnehezebb, és hát te egyértelműen azt mondtad, hogy a rohanás, tehát hogy egy nagyon felgyorsult információs társadalomban élünk, és bár minden úgy tűnik, hogy az ember életet könnyítik meg, gépek, mesterséges intelligencia és különböző lehetőségek, de hogy furcsa mód a ránk zúduló rengeteg információ arra késztet, hogy válasszunk még több dolgot, vagy még több tennivalót, vagy még több kapcsolatot, vagy még több feladatot, és hogy ennek a felelőssége az, ami időről időre így megnyomja az embert, vagy agyonnyomja, vagy úgy érzi, hogy nem uralja a saját életét. És szerintem ez egy nagyon jellemző dolog, amikor valaki azt érzi, hogy nem uralja, nincs a kezében a saját élete, mert ő függ a férjétől, a feleségétől, az anyósától, az apósától, a gyerekétől, a nem tudom én mitől, vagy egy körülménytől, egy betegségtől, vagy bármitől,
és egy veled készült interjúban hallottam azt, hogy hát bármi furcsa, de ez nem így van. Tehát, hogy az ember visszaveheti az irányítást saját élete felett. Az a kérdés, hogy milyen területet jelölünk ki magunknak. Mit mondunk arról, hogy mekkora a mozgásterünk? Sokszor észre se vesszük azt, hogy vannak olyan területek az életünkben, ahol teljesen szabadon dönthetünk. Szabadon dönthetünk arról, hogy mivel töltünk egy hétvégi napot. Például a feltöltődés napját, mondjuk egy szombatot, vagy egy vasárnapot. De azt gondoljuk, hogy nekünk azzal kell tölteni, hogy, és akkor oda teszünk különböző dolgokat, kitakarítsuk a házat, de tőle senki nem, mi döntünk úgy. Egészen más az, hogy én úgy takarítom ki a lakást, hogy én akarom, meg egészen más, hogy egy tehernek élem meg. Hát ezek árnyalatnyi különbség, ugyanaz történik, de belül valami teljesen más történik akkor, hogyha úgy döntünk, hogy én annyira szeretek tisztaságban, rendben lenni, hogy számomra ez örömöt fog adni, hogy megcsinálom. És más az, ha úgy állok neki, hogy jaj, nem, már megint ki kell takarítom, és ez 3-4 órámat el fogja vinni. És hogy ezeken a területeken, hogyha megélem azt, hogy én döntök, és irányíthatok, arról is mi döntünk, hogy bejárunk-e dolgozni. Az egy másik kérdés, hogy van következmény, hogyha nem járunk be dolgozni. Már nyilván takarításnak is egyébként, de hogy az is egy fontos kérdés, hogy hova pozícionálom azt a következményt. Így van, illetve hogy tudom-e azt mondani, hogy én ennyire jó helyzetben vagyok, hogy nekem van munkám, és tudok dolgozni. Vagy az is egy másik kérdés, hogy ha azt veszem, hogy milyen területek vannak, ahol én irányítok a kapcsolatban, akkor mennyire gondolom azt, hogy én a kapcsolatomban egy alárendelt szerepben vagyok, mert mindig a másiknak van igaza. És akkor mennyi teret adok az én szavaimnak? Azt mondom, hogy úgyis mindig ő győz, minden vitában úgyis mindig ő kerekedik fölém. Vagy azt tudom mondani, hogy valószínűleg ő arra reagál, amit én mondok. Amikor azt mondják, hogy a mai generáció, a 20 évesek, azok nagyon gyorsan váltanak munkahelyet, hogy óriási a fluktuáció emiatt, és nem tudnak elköteleződni, igen, és állandóan újra és újra újabb helyeket keresnek, és semmivel nem elégedettek, akkor azt elfelejtjük, hogy a mai 20 éveseket, azokat az 50-60 évesek nevelték fel. És én azt gondolom, hogy jól nevelték őket, csak ezek a 20 évesek ahhoz alkalmazkodnak, amilyen világ lett, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok, amihez alkalmazkodni kell. És amikor ők munkahelyet váltanak, az nem azt jelenti, mint a mai 50-60 éveseknek, amikor ők munkahelyet váltottak, hanem az azt jelenti, hogy alkalmazkodnak és újabb helyzeteket keresnek, ahol meg tudnak felelni, és a mozgásterüket keresik. De akkor ez azt jelenti, hogy az értékrend is változott, illetve az, hogy mire van igény. Mert ugye ilyenkor azt szoktuk mondani nagyon bölcs arccal, hogy nem mélyülnek el semmibe, nem szereznek igazi szakértelmet, egyébként is pillanatok alatt akarják és várják a sikert, na hát fiam, ilyen nincs. Mi tudjuk is szerintem, hogy ilyen nincs, de igen, tehát akkor a kölykeink miért nem, illetve most akkor van vagy nincs? Tehát, hogy a világ akkor gyorsan fog díjazni, gyorsan lépteti előre? Nagyon képesek arra, amire lehet, hogy egy 50 vagy 60 éves nem, hogy újabb és újabb helyzetekbe belekerülve ott feltalálja magát. Igen, de minden, mondom, de minden fel, vagy akkor ez alkalmazkodik ahhoz, hogy minden felületes, tehát a tudásuk is felületes, és ahogy mennek tovább, sok területen kicsit mindenről tudnak. És aztán lesz egy pont, amikor ő tud hozni egy döntést, hogy miben akar elmélyülni. De neki végig kell járni azokat a lehetőségeket, amik korábban nem voltak meg. Nem kettőből választ már, hanem 42-ből. Értem. És hogyha meg tudjuk azt nézni, hogy neki ez most egy lehetősége, és választani tud, és végig kell járja a lehetőséget ahhoz, hogy jól tudjon dönteni, akkor ezt nem felszínességnek címkézzük, hanem azt mondjuk, hogy ő irányítani akarja a saját életét, és megnézze lehetséges opciókat. Na, akkor most lehet, hogy sok aggódó szülőt megnyugtattál, sőt, sokakban lehet, hogy szimpatikussá tetted ezt a generációt, mert hogyha így máshogy nézünk rájuk, akkor nincs velük semmi baj, ők csak abban, vagy ahhoz alkalmazkodnak, amiben felnőttek. De miért benne? Hogy lehet ekkora szakadék? Hát gondoljunk bele, az én nagymamám, aki 80 év felett van, amikor ő fiatal volt, akkor még nem volt olyan, hogy számítógép, nem volt olyan, hogy mobiltelefon. És ma már neki is van egy olyan telefonja, ami nem zsinórral köthető az asztalhoz, hanem lehet hordozni, és azt mondjuk ő tudja használni. Óriási változás az ő életében. Hát igen. És akkor ez csak egy példa a telefonnak a példa, és ő neki ehhez alkalmazkodnia kellett. És akkor ez mennyi lelki hozadékot is magával húz.
mennyi lelki változást kell ehhez eszközölnünk, hogy ezt egyszerűen fel tudjuk fogni és tudjuk használni. Mert hogy nem baj a technikai fejlődés, élnünk kell vele. Hát igen, de mondjuk most ott nekem is eszembe jut a nagyapám, aki most volt 92 éves, és mi mondjuk abszolút levélbe kommunikálunk, mert a hallásával már vannak gondok. De ha személyesen beszélgettünk, akkor kénytelenek vagyunk lelassulni arra a szintre, hogy akkor én jól értem-e, amit ő mond, ő jól hall-e engem, ha nem hallja, akkor én leírom. Nekünk nagyon fontos, hogy mondjuk csöndbe legyünk, tehát ne legyen körülöttünk zaj, mert hogy bizonyos frekvenciákat hall, megért meg. És az teljesen oké, hogy ő neki is már nem tudom, hogy milyen LCD TV-je van, de amikor ő mesél az életéről, a felfogásáról, a házasságáról, a gyerekeiről, az értékeiről, akkor én azt azért úgy gondolom, hogy olyan egyszeri dolog, amiről én ma már nem hallok, és közben pedig, hogy fontos. Tehát az érzésekkel, a különböző helyzetekkel minden ember találkozik az életébe, ha 1700-ba élt, ha 2010-be vagy 20-ba. Az nem változik. Igen, tehát a szerelem az ugyanaz, a harag az ugyanaz, a megbocsátás képessége vagy nem képessége, a félelem, az öröm, a vágyakozás, ez egy emberi dolog, ez nem korosztályos. Nem, ez ugyanaz. Mindenkinek szüksége van rá. Az más kérdés, hogy más platformon próbálja meg megszerezni a figyelmet. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ezek a fiatalok milyen képeket töltenek fel magukról, mondjuk a netre, az egy kifejezési formája annak, hogy figyeljetek rám és szeressetek, mert szükségem van arra, hogy valahova tartozzak. Tényleg? Aha, abszolút nem így értékeljük, szerintem. Biztos, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem erről szól, de alapvetően... De akkor ez azt jelenti, szóval. Hogy a világ szeressen, mert hogy mi van a családommal? A családom miért nem szeret? Hát igen, ez az, hogy ki az, melyik életkorban ki számomra a referencia. Amikor óvodás vagyok, akkor a szüleim a minden. Amikor elkezdek kamaszodni, akkor a szüleim borzasztóak, és akkor a kortársak a fontosak, és aztán később születik meg az az egyensúly, amikor ez be tud állni egy megfelelő középútra. Szóval, hogy ezeket sem szabad elfelejteni, hogy ezek közül egy csomó olyan dolog van, amit tök normális. Tehát, hogy ennek úgy kell, akkor, tehát, hogy akkor el kell magyarázni embereknek, hogy ez így rendben van. Meg kell értenünk, hogy ez miért van. Miért van nekik szükségük erre? Mit akarnak ezzel üzenni számunkra? És ha megértjük, hogy milyen szükséglet van mögötte, akkor teljesen mindegy, hogy milyen évszázadot írunk, ugyanaz az emberi belső szükséglet és mozgató rugó irányítja ezt a viselkedést, mint ami az ősember korában, most kis túlzással. Uh-huh. Van olyan kliensem, aki úgy jött el hozzám, hogy egyszerűen ő nem tudja, hogy mikor mit érez, ő ezt nem tudja megfogalmazni, kirobban bőle a feszültség. Jó, hát ez akkor észreveszi, hogy valami nem oké. Igen, de nem tudja, hogy mi a baja. De azt már észrevette, hogy nem oké. Azt észrevette, hogy nem oké, igen. Mert úgy bevágja az ajtót, vagy üvölteni kezd a társával. És akkor szép lassan elkezdi megtanulni, hogy amikor ezt érzi, és érzi a feszültséget, mert hogy ezt érezzük, akkor csak egy egészen kicsi pillanatra megálljon, és próbáljon egy szót találni. Még lehet, hogy nem az igazi megfelelőt találja meg, de hogy próbálja meg megnevezni azt az érzést. Ami ilyenkor történik, az egy komplett biokémiai folyamat. Amikor én bevágom az ajtót, vagy ráordítok valakire, akkor az agyamnak az amigdala része aktiválódik, ami az ösztönös impulzusokért felelős, az üs vagy fuss válaszokért, az a túlélésért felelős. Ez nagyon fontos volt az ősember számára, hogy ez azonnal bekapcsoljon, mert hogyha vészhelyzet volt, akkor ez ment meg. Így van, akkor vagy támadott, vagy menekült. Nem volt arra szüksége, hogy megálljon, átgondolja, hogy akkor ezt a mamutot hogyan lehetne leteríteni, melyik eszközét használja ahhoz. Tehát nem volt annyi választási lehetősége. Nem, hát itt amilyen döntést hozott, abban támogatta a szervezete. Mm-hmm, így van. És az ősember agyában még az az agyterület, ami a tudatos önkontrollért és az önreflexióért felelős terület, az sokkal vékonyabb volt, mint a mai ember agyában. Mm-hmm. Éppen ezért, hogyha meg tudunk állni, és az amigdala helyett a prefrontális kéreg tud aktiválódni, ami azt jelenti, hogy erre mondják azt, hogy 10 mély levegő, tehát hogyha meg tudunk egy pillanatra állni, és az üs vagy fuss helyett a várj és tervez reakció indul be az agyunkba, és egyébként tényleg légző gyakorlatokkal lehet segíteni, illetve egy kis megállással, hogy az agy átrendezze az aktivitást, és tudatosítsa, vagy ha nem is tudatosul, legalább végfusson az a program, hogy nem életveszély van, csak összevesztünk a párunkkal, bár ugyanaz a terület aktiválódik, mint hogyha éppen egy vadállat akarna ősemberként minket elkapni, de hogyha ez egy pillanatra lecsurog, hogy nincs olyan nagy baj azért, akkor át tudjuk gondolni, és onnantól kezdve tudunk önkontrollal megkérdezni tőle, hogy mi a baj, beszéljük meg, üljünk le, vagy azt mondani, hogy most képtelen vagyok lenyugodni, térjünk vissza erre holnap délután.
és teljesen másként alakítjuk az életünk területeit, és akkor itt kapcsolok oda vissza, hogy mennyire irányítjuk a saját életünket. Hát tehát igen. Ha meg tudom állítani magam egy pillanatra, akkor teljesen más biokémiai kaszkád indul el a fejembe, mert hogy tényleg így kapcsolódik össze, és higgadtan tudok gondolkodni, és át tudom gondolni, hogy mit szeretnék. És onnantól kezdve nem az van, hogy a kapcsolat, mi mindig összeveszünk, mi nem tudunk erről a témáról beszélgetni, hanem meg tudunk állni, és azt tudjuk mondani, hogy jó, hogyan tudnánk erről beszélni, mert eddig nem ment, soha nem sikerült, amikor ezt a témát előhoztad, mindig egymásnak estünk. És akkor tudunk arról beszélni, hogy hogyan beszéljünk róla. Hm. Ez egy teljesen más helyzetet eredményez. Igen, tehát ez tényleg a mert hogy nekem az is eszembe jut, amire már tettem utalást, hogy ilyenkor felmerül, hogy de miért nem tudok arról a valamiről beszélni, mit kapcsol be a múltamból, de hogy te az egészet előre nézve, vagy előre menekülve azt mondod, hogy te tessék megoldani. Most nem az a lényeg, hogy miért nem, hanem hogy nem lesz ebből nagyobb baj. Uh-huh. Vagy tudjam azt, hogy ez a téma, ez nekem nehéz. Akár akkor szóljak a társamnak, hogy... lehet menni, uh-huh. Csak... Igen, akár csak előtte ne legyen háború. Uh-huh. Akár szóljak a társadalomnak, hogy tudod, hogy nekem ez a nehéz téma. És akkor hogyan beszéljük ezt meg? Tehát, hogy meg lehet tervezni. Ideges leszek, el tudod fogadni, hogy én nagyon ideges leszek? Igen. Jó, mit fogsz csinálni? Ne az legyen, amit mindig szoktunk ilyenkor, hogy elkezdünk üvöltözni egymással, vagy kiderül, hogy elkezdünk hibáztatni valakit. Most dobáljunk is valamit. Uh-huh. Szóval, hogy van terünk arra, hogy alakítsuk a kapcsolatainkat. Csak ez egyszerűen tudni vagyok kell, felszabadító. Hogy... Abszolút. Tudnunk kell, hogy ez nem megy. Például nekem volt egy időszakom az életemben, amikor a férjemmel megbeszéltük, hogy egymás érzelmi állapotát most nem tudjuk elviselni. És pusztán ennek a kimondása, hogy tudatosítottuk, és egymásban is, nem csak magunkban, hogy ez most nekünk nem megy, hozott egy olyan toleranciát, meg egy olyan hátralépést, aha. Hogy egyszerűen állapotot detektáltunk, és azt mondtuk, most ez ilyen. És akkor nem arra terelődött a szó, hogy milyen a kapcsolatunk, hanem arra, hogy ez most egy nehézség, majd ez fog változni, ebben akarunk fejlődni, erre fogunk figyelni mind a ketten. És ez már hozott egy akkora fellélegzést, hogy aztán el tudtunk kezdeni ezekkel foglalkozni. Igen, tehát ez feladat. Igen. Nem megoldandó probléma, hanem feladat. Mm. Azért között is van különbség. És egy pszichológusnak ugyanolyan agya van, mint egy bármelyik másik embernek, ugyanúgy tudhatja elméletben, és aztán elöntheti az agyát a vér, és akkor nem tud gondolkodni, de ha erre fel tud készülni. Azok. Mm. Aha, tehát a felkészülés az egy fontos. Tulajdonképpen egy lelki edzésre van szükségünk, mert hogy a fizikai testünket edzük, és nagyon szisztematikusan, programszerűen, nem rögtön 200 kilót akarunk megemelni, hanem felosztjuk, hogy hogyan tudunk oda eljutni, hogy lefussuk a maratont. És egy ugyanilyen belső lelki edzéstervet is kialakíthatnánk saját magunknak. Ha tudjuk, hogy mik azok a gyenge pontok, amik minket bekapcsolnak, és nem tudunk normálisan reagálni, hanem kikelünk magunkból, akkor az például lehet egy pontja annak, hogy megnézzük, hogy ezeken a területeken mi a nehézségem. Miért leszek ideges, hogyha pénzről van szó? Miért leszek feszült, hogyha megcsalás kerül szóba? Vagy bármit mondhatnánk, vagy akár egy személy kerül szóba az életembe, az miket hoz bennem elő? És aztán el tudom dönteni, hogy én másként akarok reagálni, és meg tudom tervezni, hogy hogyan szeretnék reagálni. És innentől kezdve szépen lassan edzhetjük magunkat, lelki izmaink is vannak. Igen. Hogy ezt meg tudjuk tenni. Csak azt gondoljuk, hogy mindenhez alkalmazkodnunk kell, és kellene tudnunk lelkileg bírni azokat az érzéseket, és kellene tudnunk úgy viselkedni, hogy ezt elvárja a társadalom. De nem mindig tudunk úgy viselkedni, mert az érzések és a gondolatok hamarabb elöntenek, és akkor már egy reflex jön. Hát meg nem is kell, mint ez most kiderült. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy igen, gondolatébresztő volt a dolog. Nyilván most csak azt tudom mondani, hogy itt most elvágjuk, mert amúgy lehetne róla beszélni nagyon-nagyon sokat, de érdemes ezeken elgondolkodni, és az egy fontos záromondat szerintem, hogy akkor a választás az, ami kezünkben van, ha jól értettem. Mm. Igen? Igen, ezzel egyetértek. Nagyon szépen köszönöm, és további nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen én is. Gesztvein Erika, tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner volt a vendégem. Ma este itt a 103.9 Sláger FM-en, a Sláger Arcokban. Én Fehér Marian vagyok, most megköszönöm a figyelmüket, és átadom a szót kollégámnak, Habocki Máténak, aki a legnagyobb slágereket hozza változatosan. Egészen hajnali 5 óráig én jövök legközelebb is, a viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.